A Szonya Marinkovics általános iskolában nyitották meg ünnepélyesen a gyermekhetet Szabadkán. A csaknem 800 diák oktatását ellátó intézményt két évvel ezelőtt az önkormányzat teljes mértékben felújította. Planirali smo razne sadržaje od sportskog dana do druženja sa decom škole Žarko Zrenjanin, potom u saradnji sa hemijsko-tehnološkom školom zasadit ćemo drva u našem dvorištu, tako da će deca imati ispunjenu nedelju kao što to inače radimo, ali prilagođeno današnjim uslovima. Kétszeres a boldogság, ha megosztjuk azt. A Jóbarát című Jován Jovanović Zmaj versidézet az idei gyermekhét jelmondata. A több mint 30 éves múltú rendezvény idei programjában kiemelt figyelmet kapnak a szolidaritásra szoruló gyermekek, jelentette be Stevan Bakić, Szabadka polgármestere. Dobro je, što je odvojena jedna cela nedelja, a ne jedan dan, gde će biti usmerena pažnja na našu decu, na ono što je najveće blago, što je sreća, ponos našeg grada i naše države. Szabadka polgármestere a megnyitón elmondta, céljaik között szerepel egyebek között az önkormányzat területén működő iskolák felújítása.